estét kívánok! Ma, március 8-án nőnapon van a Vese világnapja, amelynek idei témája a vese és a női egészség. Az esti mérlegben Zakar Gábor, nefrológus főorvossal beszélgetek erről, tartsanak velünk! A vese az tulajdonképpen az érhálózatnak egy speciálisan módosult része, tehát minden olyan betegség érinti, ami az ereinket érinti. Ilyen például, hogy messzebb nem menjünk, a magas vérnyomás betegség, ami tulajdonképpen az egész szervezetben az ereknek a szűkületével jár, és a nyomásnak a növekedésével az érrendszerben. A veségben ez a nyomás növekedés, ha áttevődik azokra a kis szűrőegységekre, amik a vizeletet képzik, az elsődleges szűrletet, akkor azoknak az idő előtti tönkremenését okozza, ami fehérje vizelésben nyilvánul meg. Nagyon gyakran ez észrevétlenül alakul ki, és azért hívjuk fel a nők figyelmét erre, mert nagyon nem jó az, hogyha már a terhességgel együtt derül ki a korai szakban, hogy valakinek magas vérnyomása van, mert akkor az a terhesség kimenetelére kedvezőtlen hatást gyakorol, egy be nem állított vérnyomás. Mit tehet az, akinél ezt felfedezik, milyen lehetőségei vannak arra, hogy kezeljék? Hát a idejében felfedezett magas vérnyomást gyógyszeresen nagyon jól lehet kezelni. Nyilván, hogyha ez egy termékeny korban, úgy mondjuk, hogy fertilis korban levő nőnél van, akkor hogyha ő így teherbe esik, akkor módosítani kell a magas vérnyomás kezelését, de az nagyon fontos, hogy már kezdettől ismert, hogy van ilyen problémája, orvosi észlelésre kerül, és ilyen formán elkerülhetők az olyan szövődmények, amik esetleg a magzati fejlődés visszamaradásában, vagy esetleg koraszülésben nyilvánulnak meg. Csak a magas vérnyomás okozhat ilyet egyébként terhes nők esetében, vagy teljesen más oka is lehet? Nem, amire a hölgyek figyelmét a Vese világnap alkalmából ebben az évben felhívjuk, az a húgyúti fertőzések kérdése. Ez ugye a felfázás idézőjelbe, ez egy viszonylag gyakori jelenség, és az esetek többségében ártalmatlan. Azonban, hogyha ez visszatérő, gyakori panasz, akkor mindenképpen utána kell járni, hogy nincs a hajlamosító tényező. És még egy dolog, hogyha ez adott esetben a vizelettartás elégtelenségével, az úgynevezett inkontinenciával társul, akkor főleg tenni kell róla, hogy az inkontinencia megszűnjön, nem csupán betét kérdés, ezt szeretném hangsúlyozni, ugyanis a vizelet a húgyutakon nem csak az lefelé jön, de sajnos a baktérium nem tudja, hogy neki csak kifelé szabad jönni, tehát bizony ő a nem megfelelően záró húgyutakon keresztül fölfelé a hólyagba, és esetleg onnan fölfelé a vesékbe is terjed, tehát vesegyulladás alakulhat ki. Tehát az üzenet az, hogy hölgyek, vigyázat, az esetleges vizelettartási nehézség, nagyon gyakori húgyúti fertőzés, az mindenképpen orvosi, nőgyógyászati, urológiai ellátást igényel, nem szabad pusztán a gyógyszerekre vagy természetgyógyászati eszközökre hagyatkozni. Van-e olyan húgyúti fertőzést, amit mondjuk egy nő nem vesz észre? Csak esetleg valamilyen laborlelettel? Hát ilyen nincsen, mert az azért elég kínos panaszokat szokott okozni. Amire esetleg ki lehet térni az, hogy a laborleletekben nem ritkán baktériumot mutatnak ki, amivel csak azért kell vigyázni, mert hogyha ez egy nem steril vizeletből történik ennek a kimutatása, annak nincs semmi jelentősége. Ha viszont valakinek ténylegesen húgyúti fertőzése van, akkor azt egy megfelelő sterilitású edénybe ürített vizeletből megvizsgálják, és ha onnan megnézik, hogy mennyi a baktériumszám, az már kórjelző. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a szignifikáns, tehát a 10 az 5-en feletti baktériumszám az, ami már kezelést igényel. Előfordulhat ritka esetekben, hogy ez nem okoz panaszt, de nagyon ritka, hogy önmagában baktériumürítést kezeljünk. Hogyha már így a vizeletről van szó, akkor hogyan érdemes egyébként vizeletet vennünk magunktól, milyennek a lépése? Hát ha arra kerül a sor, akkor ezt először is reméljük az asszisztens el fogja magyarázni, de ha netán nem tenné meg, ugye a úgynevezett középsugárvizeletet kell üríteni ahhoz, hogy kellő eredményű legyen a tenyésztés, ugye az első részt azért kell ugye elengedni, mert az esetleg a húcső környékéről származó szennyeződést hozza magával, és a vége pedig megint csak azért, mert az esetleg már nem a húgyutak
Magyarországból, hanem máshonnan származó, vele sodródó sejteket is tartalmaz. Tehát az úgynevezett középsugár vizelet, és mint említettem, tenyésztéshez steril edénybe kell üríteni. Hogyha valakinek a vizeleténél kiderül, ugye, hogy találtak benne fehérjét, akkor mi a következő lépés még a gyógyszerek előtt nyilván? Hát ha fehérjét találnak a vizeletében, az mindenképpen, ha már egy tesztcsíkkal kimutatható, ezt hangsúlyoznám, ami azt jelenti, hogy naponta körülbelül olyan 200 mg legalább, ami kórosnak minősül, annak utána kell járni. Ha nem volt eddig ismert, lehet, hogy ennek kapcsán derül ki az illetőnek magas vérnyomása van, az is lehet, hogy cukorbetegség fog kiderülni ennek kapcsán, és előfordulhat, hogy a cukorbetegség által okozott fehérjevizelés az első jele ennek a vesekárosodásnak, de az esetek egy részében úgynevezett immuneredetű vesegyulladások is állhatnak a háttérben, és itt a hölgyek figyelmét felhívjuk egy érdekes, és hál' Isten nem túl ritka, de náluk viszonylag gyakrabban előforduló kórképre, ez a bizonyos SLE betűszóval rövidített szisztémás lupus eritematodes, rettenetes latin név, amelynél valóban úgy van, hogy a megnyilvánulási arány, illetve az arány a férfinők között nagyjából 30-70%. Tehát magyarul, hogyha egy hölgynek van fehérjeürítése, akkor, és ez részben az orvos kollégák számára is egy felhívás, akkor hamarabb kell gondolnia arra, hogy esetleg immuneredetű betegség is lehet a háttérben, ezt megfelelő szerológiai vizsgálatokkal lehet tisztázni. Hogyan lehet kezelni, hogyha kiderül valakinek, hogy mondjuk ilyen autoimmun betegsége van? Hát az esetek többségében ugye a régi bevált gyógyszer a kortikoszteroid, tehát steroid készítmény, medrol vagy prednizolon, amit nem nagyon szeretünk, de sajnos idestova 60 év óta nincs jobb, mint kezdő kezelés. Ma már azonban vannak olyan kevesebb mellékhatással járó szerek is, amelyet bizonyos esetekben tudunk alkalmazni, és ezzel a szteroid kezelést tudjuk csökkenteni, vagy nagyon ritkán adott esetben esetleg elhagyni. Mennyire veszélyesek a vesének ezek a megbetegedései, ezekből meg lehet-e gyógyulni, vagy esetleg valami rosszat is még rosszabbat okozhat? A jó hír az, hogyha a vizeletfertőzéseket és a bakteriális gyulladásokat idejében kezelik, akkor azokból úgymond meg lehet gyógyulni. A magas vérnyomás betegséggel az a probléma, hogy az tartósan fennáll, és főleg, hogyha nincs megfelelően kezelve, akkor az egy tartós vesefunkció csökkenést okozó állapot. Ugyanilyen a cukorbetegség is. Az immunvesebajok, azoknál az a helyzet, hogy azokat kezelni lehet, sajnos megszabadulni tőlük nem, ezt el kell mondani, de nagyon jó karban lehet tartani a betegséget, ami alatt azt értjük, hogy főleg, hogyha egy harmadik, negyedik évtizedben járó valakinél kerül felismerésre, az nem mindegy, hogy az illető soha nem kerül abba az állapotba, hogy kritikusan elveszítse a veseműködését, magyarul művesekezelésre kerüljön, vagy pedig enélkül, minden további enélkül leélhesse az életét. Most ugye a nőnap kapcsán is beszélgetünk a Vese világnapjáról, itt már sok minden elhangzott, de például a menstruáció, a menzesz az nem, az mennyire okozhat panaszokat mondjuk a vese kapcsán? Önmagában az nem, nyilván egy fokozott higién és igényű időszakról van szó, ami adott esetben, ha nem megfelelően van ellátva, akkor hozzájárulhat esetleg vizeletfertőzés kialakulásához. Tehát ma már annyi olyan jó és annyiféle eszköz áll rendelkezésre, hogy ez talán nem annyira valószínű. Ami érdekes, az inkább a hormonális változásokhoz tartozik a havi ciklusokkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy az ösztrogén az a víz és a só visszatartásnak a hormonja, hogy így mondjam, és előfordul, hogy a ciklus közepén esetleg arcduzzanat, szemhéjduzzanatra panaszkodnak a hölgyek, és megijednek, azt hiszik, hogy vesebetegségük van. Nem, ez csupán a természetes hormonális ingadozásnak a következménye. Jó, és hogy ezt említette, hogyha ilyet tapasztalunk magunkon, akkor egyébként a folyadékbevitellel hogyan kell bánnunk? A folyadékbevitellel ezeket a helyi folyadék felszaporodásokat érdemben nem lehet befolyásolni. A folyadékbevitel az a szervezetnek az igényéhez alkalmazkodik, és a szervezet igényét pedig a köztéhagyi szomjúságközpont pontosan jelzi. Csak egy mondatban, nem
érvényesek és nem helyesek azok a megállapítások, hogy amikor szomjasak vagyunk, akkor már kiszáradtunk. A szervezet pontosan jelzi a folyadékigényünket, nagyon szűk határok között, és nagyon jó szabályozza azt, hogy mennyit kell fogyasztanunk. Ez egyébként, hogyha teljesen spontán történik, nagyjából másfél-két liter között van naponta. Anélkül, hogy valaki különösebben ezzel igyekezne. De hogyha valaki ettől esetleg kevesebbet iszik, az okozhat-e valamit a veséjével? Nem okoz. Ha nagyon keveset iszik, természetesen az nem jó. Bizonyos hormonális átételeken keresztül valóban, akik túl kevés folyadékot fogyasztanak, azoknak ez hozzájárulhat a vesefunkció csökkenéséhez. De a túl kevés az már ilyen egy liter alatti mennyiség akkor, amikor esetleg két litert kellene fogyasztani. Magyarul kiszárad az illető. Ez pedig nyilvánvaló nem jó a vesének. Még akkor ez a folyadék engem érdekelne, hogy folyadéknak számít-e egyébként mondjuk a kávé, vagy a kakaó, vagy a tej, vagy ezek az italok? Minden folyadéknak számít természetesen, ezt szoktuk a betegeknek is mondani, hogy az, ha azt mondjuk, hogy valaki másfél vagy két liter folyadékot fogyasszon, abban a leves, a gyümölcs, a különböző folyadéktartalmú, nem tudom, joghurt, stb. Minden bele számít természetesen. És akkor még így akkor visszatérve még jobban a vesére, hogy ha valaki a vizeletében mondjuk elszíneződést tapasztal, akkor az mindenképpen arra mutathat, hogy valami gond van? Nem. A vizeletet nagyon sok minden elszínezheti, legfőképpen például gyógyszerek, a legártalmatlanabb mindennaposan használt fájdalomcsillapító vagy lázcsillapító is, aminek a lebomlási termékei kiválasztódnak a vizeletben, azok elszínezhetik, úgyhogy ettől nem kell megijedni. Természetesen, ha arra van gyanú, hogy esetleg véres a vizelet, akkor azt meg kell vizsgáltatni, illetve lehet a vizelet zavaros például húgyúti fertőzés alkalmával, de akkor viszont a panaszok jelzik, hogy miről van szó. Jó, és akkor még egy utolsó kérdés, hogy mi az, amit a legjobban tehetünk mondjuk mi nők, hogy védjük a vesénket, van-e valami megelőzési lehetőség? Hát ugyanaz, mint bárkinek egyébként. Tehát vigyázni kell arra, hogy ha van hajlamosító állapot, magas vérnyomás, cukorbetegség, az megfelelő legyen kezelve, és természetesen, hogyha a nők számára nagyon fontos, úgymond diagnosztikus időszakban, tehát terhesség alatt kiderül valamilyen vizeleteltérés, vagy a vérnyomás, ha csak átmenetileg is emelkedett volt, arra feltétlenül figyelni kell, és a végére kell járni, hogy nem egy valamilyen korábban tünetszegényen kialakult állapotnak a jele. Akkor, amiket én szoktam látni, mondjuk ilyen vesevédő teákat, ezek hatásosak lehetnek, vagy inkább ne ígyak ilyet? Semmiképpen nem mondom, hogy ne ígyák, de ezekkel, ezeket az állapotokat meggyógyítani nem lehet. Egyet lehet vele tenni, hogy adott esetben a veségnek a belső felszínét, a szűrő felszínét, adott esetben a húgyutokat kedvezően lehet vele befolyásolni. Talán egyes esetekben ellenálló bá lehet tenni a fertőzésekkel szemben. És plusz még veseköves esetekben a folyadék, mint hígító eszköz, és mint ilyen teják, mint lugosító eszköz, kedvezően hozzájárulhatnak a kő megelőzéshez. Az esti mérleget látták, viszontlátásra.